Érdekes. A rendőrség is nyomozott a Sherlock anyjának az ügyében. Aha, 10 évvel ezelőtt a Grand Surrey-nél laktunk. Aha, meg kéne nézni azt a helyet. Take as long as you need. Hmm. Whatever I need, it isn't here. We should explore Cordoba. Perhaps there are archives that may shed further light. Aha, tehát most a nyomozásnak a jegyzőkönyvét akarjuk meg előkeresni. A City Hall-ban, a Police Station, tehát a rendőrségi, mi az? Gyorsan akartam mondani. A rendőrségem. Ja, hogy a régi újságokban keresünk meg, mondom, ez a Cordona Chronicle, ez egy újság lehet. Abban talán találunk valami nyomot. Jó. Hát akkor nyissuk meg a mappot. Az hol van itt a rendőrség? Várjatok, keresem. Bridge. Police Station. Meg Cordona Chronicle. Akkor először oda menjünk, ugye? Mindenkinek szép estét, szevasztok! Szerintem a Chronicle-be menjünk először. Nézzük meg! Várjátok, most már nézzük meg még egyszer. Jó. Szerintem a Chronicle-höz kellene menjünk. Nézzük meg, hogy a lap... Oh. A lapok mit írtak? És van fast travel? Vagy el kell odáig menjünk? Mondjuk legalább kimenjünk, megnézzük, hogy néz ki a város. Az se rossz dolog. Már úgy tűnik, van fast travel. Mi? Halló? Figyelj már! Ez... Ez megnyitja a térképet. Na jó. Hát akkor elsétálunk odáig. Easy peasy, megnézzük, hogy milyen a város. Furcsa szaggató karakterek azért vannak. Amúgy adja. Jól megcsinálták. Itt egy fast travel... Jó, hogy nincsenek fast travel pointok. Aha. Már értem. Valakit horkol. Itt jobbra megyünk. Wow, király! Hát na, mondom, grafikailag annyira nagyon azért nincs a helyzet magaslatán a játék, de ez ne tévesszen meg senkit. Már amúgy szerintem maga a játék meg tök jó. Police line, do not cross. Hát így mehetünk egyenesen. Furán szaggatni a játék. Nekem is, tehát nem csak nektek. És akkor ki van írva, hogy melyik street? Nincs. Sokat kell gondolkodni, itt kell gondolkozni ebben a játékban amúgy. És elcsesztük az első missziót, biztos. De nem baj, megpróbáltuk. Itt is van. Cordona Chronicle. Cordona amúgy, na mindegy. Vissza kellene, akkor keressük a régi újságot. Stop the presses. Who is Cordona's handsome stranger? Or Nosebaggerspun's local life? Wait, no. Foppish foreigner hides dark past. Ezt címeket spammel ez a nő. Care to tell your side of the story?
I'm quite certain I have no idea as to what you refer, and I am further certain I have no interest in indulging your gossip. Gossip? The truth will come out, but will only be heard if told well. Scandal, daring do, romance. These are the truths of a journalist. Nothing travels faster or lasts longer than a great story. Young man, your tale will be told with or without you. My readers demand it. You already knew my name and seem aware of my doings here in Cordona. I presume this newspaper is your little endeavor? Yasmin Sertel, editor-in-chief of... Ő a főszerkesztő. Advocate of the free press, voice of the people, scourge of the silk stocking. Na, ha ilyen nagy fej vagy, akkor hol van? As an advocate of the free press, I trust you'll permit me to consult your archives. There are gaps in my knowledge of Cordona. Oh, so my work does have merit. Well, I think we can strike a bargain. Ajajajaj. Üzletet akar velünk kötni a nő. You access, and you let me keep writing about your exploits. So be it. Brooding bachelor builds bridges. Now that's character development. I guess I owe you my gratitude. What can Istenem. I say? I've always enjoyed working with the Holmes. They whisper such interesting things. Okay, szóval cserébe, hogy be... Hogy is mondjam nektek, szóval beenged minket az archívumba megnézni a régi cikkeket, cserébe írnunk kell. Jó, és na most, hol van a cucc? Hol van az archívum? Itt? I'll be right here. Azt gondolom, hogy te itt leszel a fejemben. Can I ask you a question? I usually have an answer for everything, but not for this. Ne azt mondjad, azt mondjad... Can I ask you a question? I'd tell you if I knew, but unfortunately, I don't. Hogy lehet külön rámutatni az újságra? Oh, I am bored. Ott van. Azt mondja, hogy... Hát ki ez? Basszus, mikor is halt meg a... Mi volt kiírva a sírra? 1800... 60... Valamennyi, nem? 1800... 1800... 10 éve halt meg... Jogos, tényleg azt mondta, akkor viszont 1870. 69. 69? Akkor old. Commoner... Mi? Call me when you find the answer. Jó van, már valami, mit is mondtuk, hogy Grand Surrey-be laktunk. Azt mondta. Grand Surrey-be. Grand Surrey. Volt olyan? Igen. Nem tudom, melyik kategóriát válasszuk. Nincs ilyen. Shit. Végig próbáltuk az összesen. Híres volt a mami. Biztos? A periódus lehet nincs jó. Nem volt híres. Biztos, hogy... Ez biztos, hogy Grand Surrey. Nem kell beállítsom, srácok, három dolog kell. Három dolog. Ide van írva. Három dolog.
be kellett, most a district szerint mentem. Nincs, nem jön elő semmi. Na így. Az idő lesz a gond, de nem, mégsem. Akkor rossz, csak nem Grand Sir. Még lehet, hogy alapvetően... Ajaj, lehet a district összezavarja a dolgot. Végig megyünk a rendszert, ki fogjuk maxolni. Brute force! De nem találjuk meg! John rosszul van. Nézzétek meg, John teljesen... Itt írja amúgy, várjatok már. Várjatok. Tudjátok mit? Visszajövünk ide. Menjünk el a rendőrségre. Lehet, hogy valami kell a rendőrségről, valami plusz info. És akkor fogunk rátalálni. Itt a rendőrség. Ez az? Cordova Police Station. Stark do this, Stark do that. I'm not a clerk, damn it. How am I supposed to get those records now? Yes, what is it? Would you like to report a crime? No, I wouldn't. My name is Sherlock Holmes. I want to use the police archives. Wouldn't we all? I'm serious. So am I. Officer Logan locked himself inside and he's not letting anyone in. Ki az az Officer Logan? Mi történt? Bezárta magát. Scalario's been robbed. Logan spent two whole days at the shop sketching the thief, and she still insists that it's all wrong. That shrew drove him up the wall, she did. Would you mind if I talk to this tailoress? I could get you the sketch in no time. Get off your high horse, mister. You think you're better than our sketch artist? Actually, I'm quite certain I am. Let me prove it. Well, I see no harm in it, as long as it gets Logan out of there. In fact, I need to look up some records too. Here's the address. Good luck. Sketchelnünk kell egyet, srácok. Segíteni a rendőrségnek a munkáját. De jó, hogy megkaptuk a címet, ahova mennünk kell. És hol van? Melyik az? Melyik a cím? Mi? Sketching a thief. Okay. Oké. Már látom, mit kell keresni. Egy ilyen kék valamit. Na várjátok. Olyan messze van.
Holy shit, kurva messze van. Semmi baj, nyugi. Sietek, bocsi. Nincs felfedve a fast travel point. Rohannom kell. Bocsánat mindenkitől, szavaztok. Fast travel? Tovább. Kurt Steeler, kösz a 10 hónapot, Balúr Pokó, kösz a 34 hónapot, István Szabolcs a 10 hónapot, András a 14 hónapot, nincs tartalom a 13 hónapot. Nagyon köszi mindenkinek is. Szóval a rendőrségnek szükség van egy sketchre, tehát egy rajzra, arról, aki kirabolta Mrs. Ninit. Vagyis Mrs. Ninis Ötillier. Mi az Ötillier? A sketch artist egyszer, tehát maga a rajzoló nem tudta lerajzolni. Jó. Műterem? Köszönöm szépen. Most már ezt is tudjuk. Ja, valahol túljöttünk. Mi a fene? Itt kell felmenni? Nem. Lehet itt lesz, nem? Nem. Halló? Hol van? Most ott állok. Azt mondja, hogy itt vagyok most. Intersection of Knights Road and Trinity Way in Scaladio. De jó, hogy elfutottunk idáig, jaj, de jó. Teljesen másik városrészbe futottam. Nem baj. Azt mondja. Most ekkora vak vagyok. Trinity Way. Trinity Way és minek a kereszteződése volt? Trinity Way Knights Road. Megvan. Nem, semmi baj. Trinity Way Knights Road kereszteződése. Ez pontosan itt van. Oda kell menjünk. Így, így. Ez az, ez az. Aha! Mrs. Ninis Ötillier, itt van. Megvan. Jó van. Na itt vagyok, Mrs. Ninis, itt vagyok. I'm pleased to meet you, ma'am. My name is Sherlock Holmes. I'm here to sketch the thief for the police investigation. Oh, what another one.
I hope you'll be more patient than the previous sketcher, signore. Csináljuk másképp. I suggest we do it differently. You have a great many clothes here, haven't you? Why, of course, but they're not for sale. I only do tailoring and mending. No matter. I'll attempt to disguise myself as the thief, and you'll tell me if I get it right. As you wish, Signor Holmes. Felöltözünk olyannak. Na ez a nem mindegy. Can you describe the thief for me? He was all ugly and beat up looking. An utter rascal if ever I'd seen one. He gave me a nasty look from behind his glasses and then made himself scarce. And that's it? Could you be more specific? He was a total villain, I told you. Gonosz volt. Össze volt verve, gonosz volt, és csúnyán nézett. Where can I find the clothes? They're in my workshop, at the back. Be careful, won't you? Okay. Most be kell öltözzünk? Ez most komoly? Hogy? What can I do for you, Sherlock? Na, Sherlocknak hívott ez az? Azt hittem itt kell... Azt mondta, hogy szét volt verve a feje, tehát így nézett ki, ugye? A hajában nem vagy benne biztos. Fajig a tipek a hátében, jaja. Igen. Look like utter rascal. He was beaten up and was wearing glasses. Jó, hát akkor kell szemüveg. Jaj, ezek itt ilyen kis itemecskék. Aha, most már minden világos. Aha, sapka. Na nézzük csak. Inkább, nem tudom milyen szemüvege lehetett. Azt nem mondta, hogy milyen szemüveg volt rajta. Na várjuk egy kicsit. Aki esetleg lemaradt, ő Sherlock, a képzetbeli barátom. Mármint, hogy bocsánat, nem Sherlock Watson. Azért tudta, hogy ki vagyok. Így nézett volna ki. Your face is too innocent now. What do you mean, too innocent? There was something evil about his face. Like a mustache. Yes, ooh. The kind that all villains twirl as they plot their evil plans. I'd say that not all. Váratok. Mustás volt. Mustás. Ilyen gonosz bajsza volt. Evil mustás. Azt mondta. Na most. Tessék mondani. No, those clothes are wrong. He was dressed in a very fancy beige suit. Must have stolen it from someone. No doubt about it. All right, I've got it. Egy beige felső volt rajta. Öltöny. Aha. Honnan szerez egy beige öltönyt, amúgy? Itt voltak még ilyen kis öltönyöcskék is. Nagyon jó. Figyeljetek. De várjál. He was also igen. Beige fancy.
Melyik a fancy-bb? Ez vagy ez? Fú, basszus. Hát... ez fancy-bb. Én azt mondom. Na tessék mondani. He was wearing a hat. Didn't I tell you about the hat? He didn't go well with his suit. That man had no dress sense at all. Well, what did it look like? Oh, just a regular hat, you know, black. Jó, volt kalapja. Something isn't right. Jól van már, tessék már várni, na. Fekete kalap. Az hol van itt bent kalap? Hogy alapban van kalapunk? Aha! Nagyon nem ment a kalap az öltönyéhez, azt mondta. Figyelj, már most hiszem, hogy ezek azt mutatnák, hogy... Várjátok, már ezek azt mutatnák, hogy most ez mennyire vagyunk jók? Vagy ez egy máshoz kell, amikor hogyha tényleg kell majd valahova ilyen disguise. Ez volt az a kalap, ez biztos. Na tessék mondani. Something isn't right. Ó, bassza meg, valami nem jó. Akkor lehet, hogy csak ez a bézs volt, a másik bézs. Ez? No, signore. That hat is wrong. I told you it was a regular bowler. You didn't tell me it was a bowler? But I did. You ought to pay more attention, signore. Oké, okay, szóval kiderült, hogy másik típusú kalap. Jó, akkor átvesszük a kalapot. Egy ilyen sima bowler volt. Na most! Tessék mondani! It's you! I mean... it's him! It's him! Mi vagyunk azok. Yes, please do. That rascal is still on the loose. Csak sikerült! Catching than sketching. Before I go, Mom, are you quite certain that you don't have any clothes to sell? Well, I suppose you can take the police uniform. An officer forgot it here years ago and I don't have any use for it. If you want to buy clothes... Szereztünk rendőr, these guys, srácok! You can find them all over. I hear they even do free rentals now. Let me show you where the nearest one is. Thank you very much. Nagyon jó. Jó, most megvan minden bizonyíték. Most vissza kell menjünk a rendőrségre? Aha, akkor vissza a rendőrségre. Ja, hogy az itt van mellettünk amúgy. Hagyjuk. Ez a rendőrség. Vigyázzál innen, vigyázzál, mert ütlek, vigyázzál! Na... itt vagyok. Hello again, officer. I've spoken to the tailoress and made a sketch of the thief. It was child's play. No, really? And she didn't give you any trouble? No trouble at all. She nagyon rendes volt, kedves volt. Tolerable. Huh. Who would have thought? Hey, Logan, we've got the sketch. Come on out. Can I use the archives now? Well, they're generally not accessible to the public. But you really helped us out, so I'll just turn a blind eye. I appreciate it, officer. What did you say your name was? Holmes? Come and see me after you're done. I may have a proposition for you, Mr. Holmes. Na, Mr. Holmes, azt nézd meg, mi pénzt is kaptunk. Na, bevehetünk az archívumot megnézni, srácok. Ez a lényeg. És az merre van amúgy? Inspector Archive. Mint hogyha itt születtem volna, érted? Tenyerem. Itt van bent valaki. Nem az ott, hogy valaki bezárta magát amúgy? Ó, bassza meg. Na várjatok. Másik casebook. Melyik is? Ez nem az.
Beh, ma no. Holvar. Hol van ez a cucc? Ah, ez. Na, hülye vagyok. Megvan. Na, szóval. Crimes. Előbb az újságcikkel. A kurva életbe. Mert nem tudjuk pontosan, mert az újság szívből derül neki, hogy pontosan milyen gyilkosság volt ez, vagy hagyilkosság volt. Mehetünk vissza. Mehetünk vissza, kurva. Nem, nem baj, legalább ez is megvan amúgy, nem gond. Ide. Hopp. De itt van egy fast travel. Zsigy. Na, hol is van itt a szerkesztőség? Melyik az? Ez az. Most már megvan minden, az biztos. Jaja. Na, akkor próbálkozzunk most megint. Szóval 10 évvel ezelőtt 1880 van, tehát az biztos, hogy 1870. Oké. Okay. People, ezt nem tudjuk. Az a baj, nem tudjuk, hogy az anyukám mi volt. Section. Ez bármely, ez ki kell brute force-olni. A district pedig a Grand Surrey. Ez biztos. És most nem hiszem el most már. No information. No information. Én nem értem. De biztos akkor a districttel van valami baj? Nem hiszem el. Nem hiszem el amúgy. De akkor csak rossz. Ja, de rosszon vagyunk. Várjátok, celebrities-t kell keresünk. Nem. Nem, nem hiszem el. Komolyan. Nem, nem tudjuk. Nem jön elő semmire. De újságíró nem volt. Vagy igen? Nem értem. Hát ez oké, hogy itt tudjuk az evidence-et állítani. Az tök mindegy. Kiadjuk a periódot. Hát de még nagyobb lesz a izé a... Á, na itt nagyon sok a változó.
De a Poli Sárkányban nem tudom megkeresni, mert nem tudjuk, hogy milyen gyilkosságot. Tehát ott is annyi variáció van. Ha hogy? Nem vágom. Mert itt ez nagyon sok változás. De most nézzétek már meg, mennyi. Srácok, ezt nem fogjuk tudni megtalálni. John naplóját nézzük meg. Hát ebből semmi nem derül ki. Nincs plusz info. De nem hiszem amúgy el ezt. De akkor csak nem mondtam hülyeséget. Tehát itt ebből ez kell valami még, hogy ez jó legyen. Ja. Csak jó helyen voltam. Bassza meg. Chronicles-be kell megkeressük, mert ott legalább ott vannak infóink, hát annyi a változó. Lehetetlen, hogy ebből megkiderítsük, hogy ez mi. Na nézzük meg, még egyszer próbáljuk meg, hát ha sikerül. Akkor nézzük meg a régebbieket. Ez se segít. Hihetetlen. Nem hozza ki. De nem értem, mi az, ami? Uramisten, nagyon szépen köszönöm a rédet. A benszülött, kínszülött bálnának. Nagyon szépen köszi. És nagyon fontos, amit a cseten is írnak, hogy a ceteket mindenképpen meg kell védeni. Én is így gondolom. Atyaig. Tomi, közben köszi szépen az egy évet. Nagyon köszi. Na, én azt nem tudom, hogy most akkor... Juki, ne alagudj, elnézést. A kurva életbe. Ez nem volt túl barátságos, mert jó, mondjuk neki mentünk, tehát így mondjuk gyanús. Most azon agyalok, hogy a rendőrségen még pluszba valamit tudnánk csinálni, amit nem találtunk még meg. Mondjuk az evidence room. Érdekes.
May I ask you something? A solid question, sir, but I don't have the answer. De mit nem is kérdeztem semmit. Van nekünk ám ilyen rendőrruhánk. Figyelj! Én is rendőr vagyok, szevasz! Are you able to help me? Unfortunately, my casebook is empty on this. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Direkt szivatom őket, persze. Pedig az evidence roomba én bemennék megnézni. Nézd meg ezeket a rendőröket, itt dolgoznak. Azt nézd meg. Jenny. Nem, ide nem tudunk bemenni. Pedig full rendőrök vagyunk, amúgy elmondanám. Halló, jó napot! Help me, please. Sir, with all respect, which I don't have, step aside before someone sees us together. Nem. Mi van akkor, hogyha... Mi van akkor, hogyha együtt lát minket valaki? Oh, I need a day off. Ó, ez nagyon ideges. Oh, I need a day off. Tintás a keze? Jézusom. Aha. Igen. Ez a kihallgató szoba, ide is be tudunk jönni, mert rendőrök vagyunk. Itt van még egy. Azt mondod? Lemegyünk. May I ask for your assistance? Unfortunately, my casebook is empty on this. Jó. Úristen, mit keresünk itt, srácok egyáltalán? Ezek itt kártyáznak, nézzük, mit játszanak. Az milyen kártya? Na jó. Most olyan börtönt is megnéztük, ami amúgy egész nagy. Valószínűleg ide majd kell jöjjünk a kihallgatásra, valószínű, később. De maradjon ennyi. Jó van, srácok! Figyeljetek! Én azt mondom, hogy... ma is megpróbáltuk a lehetetlent. Ennyire jutottunk. Megmondom őszintén, ez nem egy egyszerű játék. Tehát, hogy ez azok közé a játékok közé tartozik, amin azért gondolkozni kell, meg nem az van, hogy rohangál össze-vissza az ember, és akkor majd megoldást lel. Úgyhogy én azt mondom, hogy aludjunk erre egyet, és legközelebb folytatjuk, jó? De tényleg nem egy egyszerű játék, és még egyszer mondom, ez az easy módon indítottam el. Tehát, aki igazán nagy kihívást akar magára, annak van a Minecraft mód is például, ami ilyen Jesus. Úgyhogy nem rossz. Nem rossz ez a dolog. Srácok, ennyit tudod most Jani Holmes mára. Egy kicsit még, hogy is mondjam, be kell olajozni a fogaskerekeket, hogy jobban kapcsoljak néha. De nem baj, noob vagyok, igen, tudom, köszönöm. Megnéztük ezt a gémet. Nekem egyébként, nem mondom őszintén, tetszik. Nem tudom, hogy nektek mennyire tetszett, vagy hogy mennyire vagytok rá kíváncsiak, hogy mi fog történni, vagy mi lesz. Egész nagy a map egyébként. Magával a megvalósítással a játéknak én annyira nem vagyok kibékülve. Nekem is van a fenntartásaim Sherlock Holmes kinézetével kapcsolatban. Nem az a szokványos Sherlock Holmes, amit megszokhattunk, ettől függetlenül a történet egyébként jó lehet. Nem tudom. Úgyhogy akinek tetszik a játék, vagy megtetszett, egész nyugodtan kezdjen bele. Szerintem megéri. Nem rossz. Folytatni mindenképpen fogjuk, nem tudom még, hogy mikor. Be fogjuk írni a menetrendbe. Egy streamet még mindenképpen adok neki ennek a játéknak. Aztán meglátjuk, hogyha nem lesz nagyon nagy érdeklődés rá, akkor nem biztos, hogy folytatom. De ha ti is szeretnétek, akkor lehet, hogy folytatjuk. Még egy stream biztos, hogy lesz ebből. Holnap, srácok, délelőtt happy hour, vagyis reggel happy hour, délután kodozunk a hard móddal. De nem akarok kérdéseket mondani, ugye kodozunk a hard móddal. Várjátok?
Szóval én sem vagyok benne biztos. Megnézem. Igen, délután kodozunk a hármóddal, ami nagyszerű lesz. Na most, fontos, aki esetleg követi itt a kodos dolgokat, mondtam nektek, hogy lesznek ilyen eventek. Na most minden elcsúszott a picsába, tehát hogy az egész új, bocsánat, Caldera Warzone map megjelenés is csúszott egy hetet, úgyhogy Isten igazából nem tudom, hogy most ezek a COD eventek elcsúsztak-e vagy sem, hogyha valakinek erről van infója, majd nyugodtan szóljon már nekem. Én nem találtam, az biztos, hogy december 2-án lett volna, de már eltolták egy héttel, és akinek megvan a Vanguard, az december 8-án fog tudni játszani vele először a gémmel. Úgyhogy elcsúszott minden is, ami COD, úgyhogy valószínűleg holnap este nem lesz ezért COD, viszont elképzelhető, hogy csütörtökön Time Out Podcast lesz, de még az is lehet, hogy csütörtökön este még streamelünk. Mármint, hogy lesz akkor, vagy ezt a Sherlock Holmes-ot fogjuk folytatni, vagy belenézünk valami kodos eventbe, hogyha esetleg lesz. Meglátjuk, srácok. Minden esetre nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Richardtónak köszi a csírt. Ez a lámpa villogtatós valami, ez úgy látszik működik. A hype méterrel még vannak problémák, ahogy láttam így a stream közben, de alapvetően nincs is ezzel semmi gond. Úristen, van save game a játékba. Úristen, még jó, hogy elmentettem. Oké? Okay. Szóval a hype méter is valamilyen szinten jó lesz. Én mondtam nektek, hogy azért most így az elején eléggé kimaxolták az emberek, meg túltolták, meg mindig ez szokott lenni, hogyha valami új dolog van, ez szépen majd beérik. És szerintem az olyan streameknél, mint mondjuk, mit tudom én, jön majd az Elden Ring, vagy a, akár most a GTA, most azt is fel tudnám hozni, vagy egy COD. Szerintem nek a hype méternek igenis lesz szerepe, meg tök jól néz ki, hogy így látszik, a VOD-ban is látszik, hogy micsoda chat aktivitás volt. Szerintem ez így hozzáad a nézés élményhez, legalábbis szerintem, úgyhogy én azt mondom, hogy marad a hype méter. Azt, hogy bevezetjük az irodai streameknél, kifejezetten a gameplay streamekre mondom ezt, azt nem tudom, még majd Pistivel átbeszéljük, de amúgy meg fassa volt. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, srácok. Természetesen outro az nincs, de ez bárcsak ilyen szokás, nem is lesz. De itthon már felesleges, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, legyen szép estétek, holnap reggel talizunk. Szevasztok! És valaki beírta, Kevin a bajnok, hogy kurva. Kevin? Ne legyen mérges, de vége van a streamnek. Szeretünk, Kevin. Bár most kibannoltak, de érezd ezt egy intőjelnek az élettől, hogy össze kell szedned magad, Kevin. Szevasztok!